Mentőosztag. A vezető ülésben. Első rész, írta Brent Piaskowski. Kiképzőközpont. Elképesztő! Hiányzó híd? Ez nem túl jó. Kivéve, ha ilyen kocsit van. Imádom ezt a kocsit! Meg tudod javítani? Nem tudom. Nehezebb lesz helyrehozni, mint ahogy elsőre gondoltam. Pat, te aztán tudsz! Ez a kocsi ütős! Jól néz ki! Mit szólnál, ha Jack haverod elvinné egy körre? Ne érj hozzá! Riasztó ki. Mit tette? Mit csinálta? Az autó azt hitte, hogy egy betolakodó vagy. Tudod, csak azokat engedi be a kocsiba, akik már beírták a kódjukat. Jól van. Akkor ma mindenki rögzíti a kódját. Igazából arra gondoltam, hogy az lenne a legjobb, ha csak én vezetném. Végül is ez egy rendőrkocsi, nem? Úgy sejtem ezt, te komolyan így gondolod. Így. Viszont, ha nem bánjátok, elviszem ezt a bébit a valódi utakra, jó? Tudnátok valahol máshol bringázni, kérlek? Miért kéne? Azért, mert azt mondta, kérlek. És te meg ki vagy? Kenny Ride vagyok, a mentőcsapat tagja. Ó, egy biciklis zsaru. Mit fogsz csinálni? Elviszel az őrse a kormányodon? Már hogy vinnélek? Hogyha ráülnél a kormányomra, nem tudnék csöngetni. Nyertél. Tudjátok, van egy biciklis park egy mérföldre. Szerintem menjetek oda. Gyere, és menjünk már! Mindegy. Szép napot kívánok, és vigyázzatok! Tengerparti autópálya, Kalifornia. Adatkeresése. Vezető rendben. Vagány, egy automatikus jogosítvány ellenőrző szkenner. Mi van még? Forgalmi dugóriasztó, műholdas felügyelet, SPT. SPT? Ez meg mi a fene lehet? Szódás pohártartó. Pert, te aztán tudsz. Figyelem, felfüggesztett jogosítvánnyal autóvezető előttünk. Talán el kéne beszélgetnünk vele egy kicsit. Zsarok. Itt az idő! Mondd, hogy állsz? Azt hiszem, jól. Irv, karhosszabbítás aktiválása. Karhosszabbítás aktiválva. Szép munka. Semmiség volt, csak egy kis trükk. Még pár trükkre szükség lehet. Jól van. Ahhoz, hogy lelassítsalak... Elképesztő! Jaj, ne! Azonnal állj meg! Jogában áll hallgatni. Szép munka, Pat. Az autó műholdas követőrendszere tökéletesen működött. Büszke lehetsz magadra. Igen, műholdas, követési. Tökéletesen. Tökéletesen büszke. Ez a kocsi egy győztes. Ezt mi sosem tudhatjuk meg. Buta kocsi. Ő
Rendbe fog jönni, uram. Ez az új kocsim lesz, tud üzenetet küldeni. Tényleg vadonatúj, és még mindig olyan új illata van. Talán azért, mert új. Mindenki el innen! Be fog robbanni! Állj! Ideje munkához látni. Hol van Ariel? A kiképzőközpontban. Majd útközben beszélünk vele. Pat, Earth készen van? Nincs, kell még idő. Rakd fel a gépre, majd útközben megjavítod. Azonnal induljunk, emberek! Hiába próbálkoznak, nem tudják eloltani a tüzet. A szétáradó benzin miatt nem tudják. Meg kell találnunk a nyílást, hogy betömjük. Különben ez egy hosszú nap lehet. Hosszabb, mint amire valaha is gondoltál. A tűz behatolt a csatornán keresztül a víznyelőrendszerbe. Mivel a víz és a benzin nem keveredik, ezért az égőgáz a víz felszíne felett lebeg, és vele együtt mozog. Tehát a víz egyenesen a víztározó felé megy. Bárki, akinek vízre van szüksége, megégetheti magát, mikor kinyitja a csapot. Már rajta vagyok a probléma megoldásán. Meddig fog tartani? Ma mágikus szó, hogy rajta vagyok az ügyön, Billy. Majd értesíts. Jake, Jack, menjetek ellenőrizni az utcákat. Bárhol előbukkanhat a tűz. Bendy és én itt segítünk. Kenny? Igen, Billy? Te leszel a járdajárőr. Vetted? Vettem. Nézzen körül, mielőtt kinyitja az ajtót, uram. Biztos nem akarod, hogy én vezessek? Bocsi, haver, de tudod, ez a masina 467 lóerős plusz üzemanyaggal ellátva, ez nem egy olyan tragacs, amit annó te vezettél. Egy sima nem is elég lett volna. Apu, spriccelj le vízzel! Elkaplak! Elkaplak! Ne! Kész vagyok, Billy! Adjunk neki! Bemegyek! Gyorsan kell megtalálnom és betömnöm a lyukat! Pat, ide Earth kéne! Mikorra lesz készen? Nem tudom, kell még egy kis idő. Csináld, ahogy csak tudod! Kenny, itt Bob, vedd föl, léci. It's Kenny Ride. A föld alatti tüzet figyelem, ami éppen a helyi biciklipálya felé tart. Tudod, hogy hol van? Tudom, már is indulok. Ez nem megy olyan egyszerűen, Comet. Megkérném, hogy figyelmeztesse a szomszédait a vízzel kapcsolatosan. Hajrá, kerekek! Még el kell jutnom a bicikliparkba. Mindjárt elzárom a vizet! Egy pillanat! A vezetőülésben. Második rész. Írta Brent Piaskowski. Úgy látszik, vakszoltatnunk kéne. Tűzhárító panelek! Most! Úgy érzem magam, mint egy grillsütőben. Figyelj, mondom a tervet. Bekapcsolom a felső napelemes opció berendezést. Micsodát? A naptetőt. Miért nem ezt mondtad? Utána aktiválom a széllökő berendezést. 8 másodpercet lesz kikapcsolni a vízellátást. Addig fúj a szél. Bármi kérdés? Van. Ezután vezethetek én is? Nem. Most menj! Au! Á! Á!
Bocsánat, forró! 5 másodperc! Ezzel nem segítesz! 3 másodperc! 2! 1! Tudod mit? Legközelebb én vezetek, és te töröd ki a nyakad. Nem fog megtörténni, barátom! Nem fog megtörténni! Helyi kerékpárpark. Woohoo! Láttátok ezt? Megcsináltam! Egy pillanatra ide tudnátok figyelni? Ne! Ez meg mit akarhat? Muszáj elhagynotok a parkot. Azonnal! Igen, tudjuk. Pedálfiú. Most fogják megöntözni. Ijesztő! Most vagy soha! Menjünk! Kifutsz az időből! Ah, én pedig a porból! Már csak megerősítem! Indulás! Tekerjétek azokat a kerekeket! Ez aztán jó időzítés. Az óceán felé! A védőruhám már nem bírja sokáig. Ah, gyerünk, gyerünk! Ah! Jól van, tüzecske. Ez már személyes. Bet, hogy állsz? Egy másodperc, Billy. Egy másodperc. Mondtam, hogy nem szeretek senkit kormányon vinni. De itt most nem átlagosak a körülmények. Nem tudjuk megcsinálni! Szerencsét, hogy a mentőcsapat tagja vagyok. Baró! Kösz, ember! Te vagy a legmenőbb biciklis zsaru, akivel valaha találkoztam. Hey. Ha nem tudod, hogy mi az, ne nyúj hozzá! Garomba vagy! Bocsi a zavarásért, de kikutattam a következő kitörést. Mik a koordináták? A Mamutfason és a Butler kereszteződésében. De az itt van! Megkérem, hagyja el a környéket! Ismétlem, hagyja el a környéket! Miért nem indul már? Mert nem hallja. A tűz gyorsan közelek, fiúk! Ez nem fog sikerülni! Most! Bíz bennem! Kerekek lezárása! Kerekek lezárva. Mondtam, hogy bíz bennem. Van még más is. Ezúttal az acélgyárban. Bob, tudnom kéne, hogy állsz a csatornák tűzmentesítésével. Már közelebb lennék, ha lenne 80 teherkocsinyi halonom, vagy 1 millió gallon vizem. Bocsi, Billy, de nem tudom, mit csinálja. Majd kitalálod. Húzzátok fel! Vissza! Vissza! Ide, örvöt! De azonnal! Itt az idő, hogy dolgozzak. Acélgyár. A víz, ami az acélt hűti, tűzben áll. Dolgozók ragadtak oda benn.
Te biztosítsd a területet, itt segíts! Én bemegyek! Kövessenek! Tudom, merre lehet kijutni! Jöjjön ide gyorsan! Ideben ragadtunk! Nem tudunk kijutni! Segítsetek, hamar! Gondolkodj, Bob, gondolkodj! Hogyan tudnánk felhígítani a vizet, hogy elállítsuk a tüzet? Nincs annyi víz a világon. Ne most, Comet, próbálok koncentrálni. Mi? Mi olyan fontos? Csak a bolygót látom. A földbolygót. Aminek a 71%-a vízből áll. Comet, fantasztikus vagy! Ariel, vedd fel kérlek, van egy tervem. Earth, hosszabbítás aktiválása. Hosszabbítás aktiválva. Lyuk betömése. Lyuk betömése. Ez az! Megcsinálta! Earth, itt az idő a karod letesztelésére. És nyert. Csak annyit kell tenned, hogy aktiválod a tűzhárító paneleket. De nekem nincsen kódom. Pedig kéne, hogy használhassam. Tündérke. Ó, oké, de erre most nincs időnk, hogy hízelek neked. Nem, ez a jelszavam. Ez az anyám kutyájának a neve. Mindegy, csak mondd. Tündérke. Tengerparti kikötő. A vízimentők központja. Remélem ez működik. Sok szerencsét, fiúk! Köszi, Roger! Jól van, Ariel! Már indulhatsz is! Oké, Jill! Nyomd a kapcsolót! Szóval látnod kell egy kék gombot alulról a harmadik, felülről a második. Először nyomd meg ezt a gombot, most! Nincs időm gombnyomkodásra! Vigyázzat a nyugati oldalról, ott jövök! Nekünk! Futás! Nem rossz egy tragacs vezetőtől, igaz? Gyerünk! Mi tart ilyen sokáig? Bob! Jelentem, van vízünk! Ez az! Megoldottad, Comet! Itt mára már végeztünk. Mindenkinek jelentem. Minden rendben. A mentés sikeres volt. Menjünk haza. Szórakoztató lehet gyorsan vezetni egy autót egy videójátékban. De a való életben a sebesség nem vicces dolog. Szóval, ha valaki olyannal vagy, aki túl gyorsan vezet, tudasd egy szülővel vagy egy tanárral. Né, fiúk! Gondolkoztam egy kicsit, és szeretném, ha mindenki kipróbálná az új autót. Tényleg? Biztos vagy benne? Biztos. Nem is jó móka, ha nem oszthatod meg senkivel. Bár szeretném, ha csak normál benzinnel használnád, és ellenőriznéd a gumikat minden alkalommal, miután használtad. És ne egyél benne, ez neked szólt, Rocky. Gondolkozz a mentőcsapat tagjaként. Légy résem! Magyar hangok. Rosta Sándor, Holnándor, Balázsi Gyula, Németh Kriszta, Mícsildikó, Mesterházi Gyula, Csíth Csaba. Magyar szöveg Tóth Marica. Hangmérnök Kispál és Jung Norbert. Szinkronrendező Berzsenyi Zoltán. A szinkront a Minimax megbízásából a Subway Studio készítette. Produkciós vezető Kicska László.